megy a minden orosz, el van rávakolva, rá van írva, hosszába, hogy 50 éves késéssel megy Moszkvába. De visszajövő, meglásd nem sokára. Ném volt a szása, a Sztálin orgonása, nem volt a háború passzása, meg semmi. Apja öreg szása, még csak ekkor csinálta, anyjának másának a kis partizán legét. Ném volt a szása, a szovjet nő gyógyásza, nem volt a szása, csak egy kis ütősegét. De annyi nőt kurálta, hogy már a börtön várta, kiszidált és azóta itt rózsadokból él. Nem volt a szása, a természet gyógyásza, nem volt a szása, csak egy parafenomén. De olyan volt a szása, hogy megzöttek utána, már a magyar rendőrség is kell is beszélgét. Nem volt a szása, a keresztapa mása, ám mégse bánta, hogy a szása véget ért. Mert az élet társa, meg annak néhány mása, helyette is haszírozzák a magyar nevét. Hála jó Istennek, 3 hete nem láttam még a Heider Ménküs tüntetésen se láttam. Képzelje, nagy utazást tettünk a nejembe. Ne mondja, utazza, hol utaztak, merre utaztak? Schengenbe. Az a merre utaztak? Schengenbe. Hát nem volt egy nagy kikapcsoló. Ne viccelje, már nagyon barátságos, kedves hely. Nem esélye részletesen itt, ezek még szeretnének vacsorázni, ezek polgárok. Nézem, ilyen éhesek. Na már most ne úgy képzelj el, hogy a Schengen az nagy. Hát, nézd, a maga elég normális. A feleségét látom, a múltkor 3 széken ül vele. Maga szerencsétlen. Tudja, hogy miről híres a Schengen? Hát sajnos. Sajnos tudom. Mondja, magának is van. Micsoda? Aranyere. Sajnos. Nem lehet valaki ilyen hülye. Schengen az egy város. És tudja, hogy miről nevezett? A nevéről. Az igen. Schengen városnak ilyen. Nyavaját, ott írták alá azt a szerződést, melyiket? Hogy a határon a fináncoknak mindent meg kell nézni. Még a feleségéjét is. Hát persze. Ő kufferjára voltak a legkíváncsiak. Tudja, hogy mi volt benne? Nem érdekel. Na látja, ezért nem lennék a világ összes kincsér se, ilyen finansz, hogy még a felesége kufferjába is bele kéne nézni. Szóval. Ide figyeljen, európai körútunk során egy-egy étteremben tudja, hogy mivel fizett? Hát mivel muszáj volt, mert erőt. Nyavaját, euróval fizett. Ne mondja, nagyon megverték, mondja. Magának fogalma nincs, mi az az euró, elmagyarázom. Magyarózva, igen. Kérem, az euró az az új európai pénz. Nagyszerű. Na már most Münchenbe odaintettem a pincért. Igen. Mondtam, volt egy korsó söröm. Nem mondja. Erre tudja, mit mondod? Igen, volt 2 kiflin a lopjon. Pusz! Te ne egyen meg, letett elém a számlát, amin az állt, hogy 5 márka, vagy 3 euró. Maga melyiket választotta volna? Hát én még 2 sóstandit, csak erre. Én viszont az 5 márka helyett a 3 eurót választottam. Hát a kisebb igazabban. Mit gazdagodjanak a maga sörén ottan, fel? Na már most, mivel 10 márkással fizettem, igen? A pincér visszaadott nekem 3 eurót. Tudni, még 5 márka visszajárt, és 3 euró az annyi, mint 5 márka. Érti már? Nem, fogalmam, nem tudom, mit mond, nem tudom, mit mond. De az biztos, hogy a 2 sóstandit csak elraktam. Gabát alá. Marsd ki a hülyeséged. Apropó, a lopásról jut eszembe, mit szól, hogy Pestre jöttek az FBI-osok? Ne mondja! Mit követett el már megint? Nem miattam jönnek maga idióta. Úristen, csak nem az asszon kufferját akarja. Belenéznek az
van, akkor nem is. Fenéket, az orosz maffiát akarják, kérem, lefülelni. Ne mondj, akkora fülük van, hogy Moszkvából ide fülelnek? Hát amire akkora fülük van ezeknek? Ide figyeljen, értse már meg, a szálak ide vezetnek. Vannak szálak Moszkvából? Lehet, hogy egyik szálon haza lehet húzni a nagypapa arany zsebórájára, ami 45 percet. Hihetetlen, hihetetlen. Értse már meg, ezek az FBI-sok nagyszerű zsaruk. Hetekig tudnak valakit észrevétlenül üldözni. Ne mondja, lesz autós üldözés, szóljon nekik, pálya matrica nélkül itt nem lehet semmi. Pálya matrica. Jó, kész, vége. Tarts ki. Mit néz? Gyönyörű a feje meg a haja. Na jó. Forduljon arra is, hogy nézzen, egy gyönyörű. Nagyon szép ember, szép. Na mit szól? Fodrásznál volt. Látom, zárva volt, igen. Nagyon már maraságaival. Ha megszűntek ezek a régió fodrászok, már csak ilyen tincsnyíró stúdió, meg cuci. Hajvágó, szalonna. Szalonna is van. Figyeljen ide. Képzel, elmentem egy ilyen borbélyházba. Az a legjobb. Hova ment? Úgy hívják, hogy borbélyház. Gyakran jár ilyen helyekre valami? Nem túl gyakran, csak amikor a feleségem szól, hogy ideje lenne elmenni, mert szerintem az enyém túl nagy. Ugyanis az enyém nagyon gyorsan nő. Ha látom, maga ezt egy életre megoldott. Az enyém már nem nő. Már olyan, amilyen mesélt rólam az agyszom, pecsgál. Figyelj, de elmentem egy ilyen borbélyházba. Képzelj el, egy héttel előtte kell bejelenni. Nem mondja, ez a barraság most rám jön, és hét múlva nekem is. Nézem a felhúzott karórámon a mutatót, most ment el a kedvem az egészben. Maga méreten, Anuli, figyelj, azért kell egy héttel korábban bejelentkezni, mert a Lajoska nagyon elfoglalja. Micsoda? Lajoska, eddig egy idősebb hölgyhöz jártam, de a Lajoska jobb. Ezt meg tudja. Tudja. Hát persze, ő is velem volt a borbélyházban. Az asszony? Persze, ott ült mellettem. És mit csinált oda? Ott ült mellettem, és várt a berakásra. A Lajoskától? Dehogy a Lajoskától, a Lajoska csak férfiakkal foglalkozik. Szépen megkérő munkaidő után kicsit az asszony. Ne, a feleségem a Cilire vár. A Cilire, az rakta be neki. Mit rakott be neki? Hogy mit a haján? Hogy van ez mostan az egész? Mit tudom, én sem értek ezeket a női dolgokhoz. Nem ért a női? Jó, akkor meséljen ala ezt. Mit meséljek maga szerencsétlen? Mi van, Adam? Megkérdezd, hogy milyen hosszúra akarom, és hogy mi kérek... Mondom, megkérdezd, hogy milyen hosszúra akarom, és hogy kérek-e szeszt. És én kértem. Orgia volt. Kért szeszt, kért. A végén megkérdezd, hogy tegyen-e rá lakkot. Tett rá lakkot? Persze, attól áll most is olyan jó. Annak lakkot, egy flakon lakkot nekem is. Hagyja a hülyeségeit. Flakon lakkot. Flakon mindegy, de hozzá.
Ide figyelj maga szerencsétlen. Voltak az idén bálba. Ó, isteni bálba na. Voltunk. Milyen, tudja, milyen bálba. Milyen bálba? Elindultunk egy bálba, milyen vitorlás bálba. Igen. De útközben elvesztettem az izémet, a világjelzőmet, mert tulajdonképpen turista bálra indultunk. Én is voltam a feleségemmel egy állarcos bálba. Ne mondja, mondja, mesélje, mesélje. Tudja, hogy mi voltam? Nem tudom, mi volt. Katalón. És maga hol volt? Hogy egyéb hol volt? Most mondta, a Katalón volt. Az asszony, hogy egy nagy állorca, ami már nagyon ráfér, nagyon ráfér. Maga a Katalón volt, maga hol volt, mondja. Maga olyan hülye, mint egy hónajszprér, beszél. Figyeljen már ide! A Katalón az egy spanyol név. Előre megbeszéltük a feleségemmel, hogy én Katalón leszek. Világos? Ő pedig baszk. Az a leg... Mindenki előtt. Hát persze, hát mindenki rájött, hogy a nejem baszk. Én már addig is tudtam, persze. De a többiek is ismerték erről az oldalát. Ó, persze. Figyelj rám, nem beszél hülyeségek. Hogyha is nem volt féltékeny? Én? Nem, a Csili a berakós. De? Javaját, ott sem volt, értse már meg. Egy andalúz rögtön fölkérte a nejemet. Mi és az elvitt. Izére szobára vitte? Dehogy szobára, táncparketre vitte, és képzelj el, mindenki nekik tapsolt. És maga kinek drukott, az asszonynak vagy a bendegúz? Nem bendegúz, maga idióta, nem bende. Andalúz, andalúz. Mondom, andalúz, kész. Hus, én pedig rögtön elkaptam egy nőt, aki Madame Recamier-ra volt öltözve. Madame Recamier. Hány személyes volt? Micsoda? A Recamier, amiről beszél, a Recamier. Maga szerencsétlen. Madame Recamier egy kurtizán volt, és 14. Lajos szeretője. Ne, azt nem lehet. Azt mondta, hogy a Lajoska csak férfiakkal foglalkozik. Ne jöjjítsen már meg, a 14. Lajos egy francia király volt. Igen. És tudja, hogy miért áll a neve előtt az, hogy 14? Igen, zuglói. Király, kiskirály, polgármester. Én is voltam, maszkabáron. Feleségével volt? Na, kivel az asszonya. Igen. És minek öltözött a felesége? Muszáj volt neki, mert gyönyörű, nem tudja kitalálni. Naomi Campbell. Persze, a maga trabli felesége, Naomi Campbell. Né, kicsit összenyomtuk a mellét, aki gyönyörű volt. Szurokkal bekentem, egy hónapig mostuk róla, vakarni, gyönyörű. De én nem tudja kitalálni, mi voltam. Mi? Billy Clinton. Billy Clinton. Billy Clinton volt, hát tudja miért? Mi? Mert a slitzemen elromlott a cipzem. Mert a szerencsétem. Hihetetlen. Maga még hülye. Mi van? Semmit sem, az a híres cipzárgép volt, ami kellemetlen az elnöknek, maga szerencsétlen hülye. Maga még hülye, magának fogalma sincs. Maga hülye. Maga hülye. Maga nagyobb hülye. Magasabb maga hülye. Maga egy én hülye. Én a kicsi hülye vagyok, maga nagy hülye. Maga nagy hülye. Én vagyok hülye? Igen. Én. Amikor nyugodtan lehülyészetem az igazgatómat, én vagyok hülye. Szóval, maradjunk abban, hogy maga egy én hülye, mert semmit sem ért. Magának hiába magyarázom az új fogalmakat, maga semmit. Maga nem ért hülye, maga én még azt is tudom, hogy mi miért játszunk minden kabaré végén, ha csak sajó, tudja mi? Miért? Hogy az emberek röhögjenek azon, amin sírni kéne. Kivetjük felső sarkán kis utat, csatornák és hiába te miért kutatsz? Maradj velünk, válasz minket!